Ez a 603. adás, amelyben egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami biztosan nagyon sok embert nehezen érint. Azt is mondhatnám, hogy ez egy kényesebb téma, de mindenképpen fel kell tárni, és megoldásokat kell találni. A mai adásunknak biztosan, hogy feltűnőbb lesz a címe. Ezt a témát mindenképpen ismét parapszichológiai megközelítéssel szeretném feldolgozni, úgy, ahogyan a többit is. Ez egy nagyon jó kis módszer, és uh, talán adhatok, vagy adhatunk olyan válaszokat eme módszer segítségével, amelyek valamilyen szempontból kielégítők. De legalábbis Enyhítést hozhatnak azokra gondokra, bajokra, amelyekkel nekünk nap mint nap szembesülnünk kell. Igaz ez a magyar emberekre, akik úgymond valamilyen szempontból szerintem speciálisabb helyzetben vannak, mint a többi uniós ország lakói, állampolgárai. Ezt azért mondom így, hiszen tudjuk azt, hogy nálunk milyen anyagi helyzetek működnek, és persze tudom azt, hogy ezt mindenki látja és tudja, és azt is tudom, hogy nagyon sokan pontosan ezért hagyták el ezt az országot, mert nem tudtak megélni, és talán azért is, mert nem tudták elfogadni azt. Hogy nem becsülik meg itt őket, de hát én azt gondolom, hogy ez a kétféle dolog abszolút összefügg. Én erre a 2000-es évek talán közepén eszméltem rá, és akkor tudatosult bennem igazán az, hogy milyen úgymond speciális helyzetben vagyunk, és hogy mennyire nem értékelik anyagilag a mi munkánkat, itt, ebben az országban, mondjuk így, és hogy hát én is azon gondolkodtam, hogy mit kellene azért tenni, hogy ebből a helyzetből kilábaljunk, és persze próbáltam olyan megoldásokat találni, amelyek nem feltétlenül arról szólnak, hogy az ember hogyan hagyja itt el, hogyan hagyja el ezt az országot, ezt a területet. De hát tudjuk nagyon jól, hogy Sajnos nagyon sokan erre kényszerültek, mert ugye itt lehetetlenség megélni, vagy csak nagyon nehezen. És én is ismerek olyanokat, igen, nagyon sok embert, akik noha itt születtek, de aztán később elmentek, más országokban élnek azóta is, ott dolgoznak, sokkal jobb anyagi körülmények között, és persze biztos, hogy sokkal jobb lelki állapotban is vannak. A mai adásunknak lehet, hogy egy picit ilyen provokáló a címe, de mindenképpen nagyon igaz, és uh, ismételtem parapszichológiai megközelítéssel szeretném ezt a témát feldolgozni, úgy, ahogyan a korábbiakat is. Szerintem ez egy nagyon jó kis módszer, mert uh, talán uh, kaphatunk uh, tényleges válaszokat, én nagyon sok ilyen technikát alkalmazom, és rengeteg blokkot tudok felülírni, nagyon sok negatív erőt, ami ugye körülvesz bennünket, és át tudom őket formálni pozitívumokká, és nagyon sok mindent a saját javamra tudok fordítani. Tehát én azt gondolom, hogy a mai témánkat is pontosan egy ilyen megközelítéssel kell feldolgozni, körüljárni, mert lehet, hogy így jobban meg fogjuk azt érteni, hogy miért csóró a magyar. És ugye ezt a szót idézőjelbe tettem, és talán itt nem csak arról kell beszélni, hogy miért élünk mi sokkal nehezebb anyagi körülmények között, mint más uniós országokban, hanem arról is beszélni kell szerintem, hogy miért van az, hogy. Nekünk nagyon rossz a lelkiállapotunk, és nem csak az, úgy lehet ránk mondani azt, hogy szegények vagyunk, hogy anyagilag szegényebbek, hanem hogy sok esetben tényleg olyan sajnálatra méltóak is lehetünk. Nem tudom, ez jó kérdés, de ahogy mondtam, nekem nagyon sok ismerősöm van, akik ugye külföldön élnek, más országokban, akár a szomszédos országokban, és nagyon sokszor beszélünk arról, vagy rá is kérdeznek arról, hogy na és hogy anyagilag mit sikerült itt már elérni, és persze azt is tudom, hogy, hogy nagyon érződik az, hogy mi pontosan ezért sokkal rosszabb lelkiállapotban vagyunk, mint azok az emberek, akiket ténylegesen megbecsülnek, és akiknek nem kell nagyon keményen megküzdeni azért, hogy az alapokat létre tudják hozni, és hogy Tényleg nagyon minimális szinten el tudják magukat tartani. Én 23 éve, 24 éve próbálom saját magamat eltartani, úgymond, mint felnőtt ember, és hát nagyon-nagyon nehéz helyzeteken vagyok, úgymond túl, hiszen Hát tudjuk azt, hogy hiába tanul az ember, hiába küzd, hiába vannak nagyon csodálatos szakmai, akár elismerései és munkái, hát ez nem függ össze azzal, hogy az ember hogyan él anyagilag, és hogy hogyan tud előre jutni ebben a viszonylatban. Mert én azt látom, hogy sok esetben ez már szinte fordítottan arányos és igazából beszélhetünk bármilyen szakmáról. Most nem fogok belemenni abba, és nem akarok ilyen politikai dolgokról beszélni, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy itt mi a helyzet. Ahogy mondtam, én inkább a mai témát parapszichológiai megközelítéssel szeretném feldolgozni, de persze tényeket is közölni fogok. Például itt van előttem az uniós minimál bér táblázat, hogy mennyi volt a minimál bér az EU tagállamokban, például 2019-ben, 2020-ban, és mennyi most 2021-ben. Szerintem elég, hogyha visszamegyünk 2019-ig, persze visszamehetnénk 2010-ig is nyugodtan, mert szerintem már ott nagyon sok minden elromlott. De nézzük meg most ezt a háromféle táblázatot, és egyébként bárki a keresőbe beüti azt, hogy unió, uniós minimál bér például, akkor nagyon-nagyon sok ilyen grafikont ki fog adni ez a kereső rendszer és bárki megtekinteti azt, hogy milyen helyen állunk. Hát előre szólok, hogy a legsirámosabb helyen, de hát, ahogyan mondtam, nyilván ezt mindenki tudja és megérzi a saját bőrén. És persze beszélhetünk arról is, hogy tényleg milyen sokat kell megdolgozni azért, hogy az emberek minimális szinten eltartsák munkat, és hiába mondják azt, hogy ó, oh, hát emelkedtek a bérek. És ugye, hát fantasztikus helyen állunk, és igazából itt meg lehet élni, hát nincsen semmi probléma, de hát azért tudjuk azt, hogy a valóság nem ez, és hogy az emberek nagyon rosszul érzik magukat a saját bőrükben, és persze beszélhetünk arról, hogy 300 ezer, 400 ezer, ugye sokak szerint az átlag kereset. <laughs> De beszéljünk arról, hogy ez mennyi mondjuk, ugye, nettóban, és hogy az emberek többsége általában olyan 150 ezer forintot visz haza körülbelül, vagy beszélhetünk 200 ezer forintról is, akár nyugodtan beszéljünk 200 ezer forintról. Na de tudjuk azt, hogy egy albérleti ár minimum 100-120 ezer forint. Na most innentől kezdve, akkor el lehet kezdeni arról gondolkodni, meg arról beszélni, hogy akkor az a 200 ezer forint, de felőlem 300 ezer forintot is mondhatunk, hogy akkor az mire elég. De ahogyan mondtam, nem akarom újra előről kezdeni ezt az egészet, hiszen erről már én is sokat beszéltem, meg ezt igazából minden felnőtt ember tudja, hogy itt nem lehet meggazdagodni, vagy legalábbis egy úgymond átlag ember biztos, hogy nem fog, hát tudjuk, hogy mit kell tenni azért, hogy anyagilag az ember előre törjön, de ahogy mondtam, most ebbe szintén nem megyek bele. Mert ez is nyilvánvaló. Na, hát itt van előttem egy 2019-es adat, minimálbér az EU tagállamokban, és itt a negyedik helyen álltunk, Bulgária volt rosszabb helyen, Lettország és Románia, és azt írták, hogy 464,20 euró volt akkor a nemzeti havi minimál bér 2019. január 1 -én. És ez, ez ugye bruttóban értendő, tehát bruttó 464 euró, puha, Hú, hát ez, ez tényleg, ez egy fantasztikus összeg, ugye, hát ezt tudjuk. És Luxemburg állt az első helyen, már is mondom, 2071 egész Euróval, tehát azt jelenti, hogy hát az olyan majdnem az ötszöröse. Tehát ötször annyit kerestek, illetve a minimálbér ugye ötször annyi volt. De most itt nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a negyedik helyen álltunk 2019-ben, és ahogy mondtam, Románia, Lettország és Bulgária állt csak mögöttünk, és akkor most nézzünk meg egy 2020-as Táblázatot már is keresem, azt mondja, igen, itt a narancssárga részt kell nézni, már is mondom, na, hát itt a harmadik helyen álltunk, már már, mint a legrosszabb helyen, nem az első háromban nyilván. Tehát 2020-ban azt mondja, Magyarországon 487 euró volt a minimálbér, és Románia és Bulgária volt rosszabb helyen, mint mi, tehát visszacsúsztunk a harmadik legrosszabb helyre. Ugye mondtam, hogy előttem a negyedik helyen voltunk, aztán visszacsúsztunk a harmadikra, hátulról a harmadikra, és itt is Luxemburg volt az első helyen. Jó, na most nézzünk meg akkor egy 2021-es, mostani. Uh, igen, táblázatot, azt mondja, nemzeti havi minimálbér 2021. január 1-én euró bruttó, Magyarország a második legrosszabb helyen van, tehát azt látjuk, hogy szépen csúszunk lejjebb, és megelőzött bennünket Románia, és már csak Bulgária van mögöttünk, tehát akkor lehet, hogy 2022-re elérjük azt, hogy mi leszünk a legrosszabb helyen, mert hát ugye azt látjuk, hogy 2019-ben a negyedik legrosszabb helyen álltunk, 2020-ban a harmadik legrosszabb helyen, most már a második, tehát akkor értelemszerűen valószínű, hogy 2020-ra vagy 2022-re már lehet, hogy Bulgária is megelőz bennünket, és ö, mi leszünk a leg, legesleg rosszabb Helyen. persze kérdőjel van a mondatom végén, nem akarom ezt annyira lesarkítani, de hát hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor igen, mi fogunk a leghátsó sorban kullogni, és ismételten Luxemburg van az első helyen, tehát úgy látszik, hogy ők nagyon-nagyon tartják saját magukat, tehát lehet, hogy Luxemburgba kellene költözni, én nem tudom, de hát igen, azt látjuk, hogy Románia és Lettország is megelőzött bennünket, Magyarországon 440, 2,44 euró bruttó a nemzeti havi minimálbér, Bulgáriában 332,34 Úgyhogy igen, és Románia és Lettország pedig már sokkal jobb helyzetben van. Lettországban például 500. Euró. Na, hát igen. Szerintem nagyon síralmas ez a kép, de hát tudjuk, és ahogyan mondtam, érezzük a bőrünkön, hogy ez hogyan is van. Arról is kell beszélni szerintem, hogy azért annak idején nem álltunk ilyen rossz helyen, hát tudjuk nagyon jól. És szerintem mindenféle szempontból sokkal csodálatosabb életet lehetett élni Magyarországon. Ahogy mondtam, az, hogy milyen anyagi körülmények között élünk, nagyon befolyásolja azt, hogy milyen a lelki világunk. Na most én ezt a dolgot olyan szempontból szeretném vizsgálni, hogy miért van az, hogy a leszületendő lelkek például ezt az országot választják saját maguknak. Tehát ezért mondtam azt, hogy parapszichológiai megközelítéssel dolgozom fel a mai témát, mert szerintem ez nagyon érdekes. De lehet, hogy még mielőtt belevágok a saját gondolatiságom elemzésébe, elolvasom azt, hogy Szent Pió atya mit mondott Magyarországról, tehát Pió atya hazánkról szóló proféciája következik, melynek ugye forrása szintén az internet. Ugye nagyon sok helyen meg lehet találni ezt a proféciát, ha bárki beüti a keresőbe, akkor ez az idézet szembe tűnik: Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra. Hú! Hát ez igen, ez egy elég kemény megfogalmazás szerintem. Valahol én is így gondolkodom. Én mindenképpen a hit szerepéről is szeretnék ma beszélni, mert szerintem ez is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy valamilyen szempontból Pió atya is ezt fogalmazta meg. Igen, hát leírta azt, hogy sok szenvedés vár még ránk, hát ez így igaz, bár én azt gondolom, hogy azért a történelem folyamán a magyarokra mindig is nagyon sok szenvedés várt, sajnos. És persze vannak, akik azt mondják, hogy azért élünk rosszabbul, és azért van az, hogy bennünket mindig leigáznak, mert hogy ez egy nagyon picike kis ország, ugye, területileg. Nem tudom, hogy ezzel mennyiben van összefüggésben. Én spirituális szempontból szeretném kielemezni, ezt az egész történetet, és akár beszélhetünk a saját példámról is, mert ahogy mondtam, én körülbelül a 2000-es évek közepétől kezdtem el még inkább arról gondolkodni, hogy vajon én miért Magyarországra születtem, miért itt testesültem meg, születhettem-e volna esetleg máshova, miért nem születtem egy olyan országba, ahol sokkal jobb anyagi körülmények vannak, ahol nem kellett volna ennyit nélkülözni, és a szakmámban is, nagyon, vagy sokkal jobban megbecsültek volna, mint itt. Én ugye szerkesztő, riporter és újságíró vagyok, fiatal korom óta, 14 éves korom óta. Nagyon csodálatos szakmai munkáim voltak, voltam felelős szerkesztő több helyen. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan szakmát választottam, amelyben az ember akár mondjuk lehetne sikeres is, és szerintem azt gondolják sokan, hogy egy riporter, egy műsorvezető, egy gyártásvezető, egy újságíró, egy televíziós rendező és műsorkészítő biztos, hogy nagyon jól keres, és nincsen semmi anyagi gondja. És hát ugye beszéljünk az újságírókról. Igen, én is egy ilyen hiszemben éltem annak idején, mint ahogyan nagyon sok kollégám, de sajnos azt kellett megtapasztalnunk egy idő után, és igen, főleg a 2000-es évek közepétől, hogy ez nem így van. Nagyon-nagyon sok újságíróval dolgoztam együtt, a megyében szinte, majdnem mindenkivel, de persze Budapesten is dolgoztam a fővárosban, illetve nagyon-nagyon sok helyen. Tehát sok szakmai kollégát ismerek és tudom azt, hogy ki hogyan él, tudom azt, hogy ki úgymond hogyan vergődik, vagy vergődött, és hogy mennyien váltak szabadúszóvá egy bizonyos idő után, mert valamilyen szempontból szerintem ezt a szakmát is ellehetetlenítették, de én azt gondolom, hogy majdnem mindenki így érezhet. És hát tudjuk azt, hogy például mennyit keresnek a pedagógusok, vagy beszéljünk akár a nővérekről, vagy az eladókról, bárkiről. Én azt gondolom, hogy minden egyes területen találhatunk olyan embereket, akik azt mondják, hogy ők nem érzik azt, hogy megbecsülnék őket, sem anyagilag, sem szakmailag, sem sehogyan. Nagyon sokszor érezhettük magunkat úgy, hogy rabszolgák vagyunk. És igen, nagyon sokan beszámolnak arról, hogy vannak olyan területek, ahol nincs meg olyan magas szintű iskolai végzettség, vagy ugye olyan foglalkozások, és hogy ezek az emberek sokkal több pénzt kereshetnek, mint azok, akiknek például akár diplomájuk van. Hát nekem is van diplomám, de igazából sokszor volt az, hogy hátrányát kellett ennek élvezni, mert volt olyan, amikor azt mondták, hogy húzzam ki az önéletrajzomból, hogy van diplomám, mert túl képzetnek számítok, és akinek diplomája van, azzal nem biztos, hogy minden helyen fognak foglalkozni, mert ha te túl okos vagy, az sem jó. Hát igen, ilyen dolgokkal is kellett szembesülni, tehát igen, volt már olyan, ahol azt akarták elérni, hogy az ember tagadja le, hogy van diplomája. Hát én ezt nem is értem, hát nem ezért tanultunk. Nem ezért tanultam négy évig, nem ezért jártam, utaztam, és... Költöttem rengeteg pénzt arra, hogy kifizessem a tandiamat, és ráadásul mondhatjuk azt, hogy nem kevés tandiat fizetnek ki az emberek. Én is a saját fizetésemből fizettem, ami nem volt kevés, és nagyon jó átlaggal végeztem, rengeteget tanultam, tehát én tettem azért, hogy legyen egy diplomám, és hogy utána a szakmai életben még jobban el tudjak helyezkedni, és akár komolyabb munkáim is legyenek. Hát amikor általános iskolások voltunk, vagy középiskolások, akkor azt mondták, hogy hát jó, ha az embernek van legalább egy diplomája, mert akkor könnyebben el lehet helyezkedni, stb. 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 Hát tudjuk ugye, hogy milyen egy ilyen szövegek vannak, de amikor meg az ember le diplomázott, akkor azt mondták nagyon sok helyen, hogy húzzuk ki a diplománkat, és csináljunk úgy, mintha ez az egész meg sem történt volna. Hát számomra ez döbbenet, és döbbenet az, hogy mondjuk diplomás szakembereknek felajánlanak például akár közmunkákat, nekem is volt már ilyen, és hát mondjuk ez ilyen hány évvel ezelőtt volt. Most beszéltünk arról, hogy volt mondjuk ez, Akár tíz évvel ezelőtt, de teljesen mindegy, itt arról van szó, hogyha, ember, hogyha az ember képzi magát és tesz azért, hogy úgymond nagyobb tudása legyen és több szakmai elismerése, akkor szerintem ennek fordítva is így kellene működnie, és nem gondolom azt, hogy például egy diplomás szakembernek közmunkát kellene felajánlani, ami azt jelenti, hogy akár mehettem volna utcaseprőnek is, mondjuk bruttó 40 ezer forintért is dolgozhattam volna, az azt jelenti, hogy kb. 28 ezer forintos fizetést kaptam volna, mondjuk, hogy én ezt a dolgot elvállalom, de lazán felajánlják ezt a munkát, tehát semmi probléma. Jó, hát ö, igen, én ugye, ahogy mondtam, nagyon sokszor és sok helyen dolgoztam újságíróként, televíziósként, tehát én a másik oldalról is szerencsére láttam ezeket az ügyeket, én nagyon-nagyon sok interjút készítettem, és igen, beszélhetünk arról, hogy olyan helyeken, olyan intézményekben is dolgoztam, ahol a foglalkoztatásról kellett ugye beszélni és interjúkat készíteni. Tehát én elég jól azért átlátom ezeket az ügyeket, és, és hát ismerem ezt az oldalt is, de ugyanakkor ismerem azt az oldalt is, amit úgymond a nép testesít meg, és azt is tudom, hogy ki hogyan él anyagilag. Hát sajnos nem túl jól, nem túl fényesen, és azt látjuk, hogy nem lett jobb a helyzet. Szerintem egyre rosszabb, én ezt látom, mivel az árak egyre inkább emelkednek, tehát most már tényleg lassan lehetetlenség egy fizetésből kifizetni mondjuk egy albérletet. És akkor ne beszéljünk az élelmiszer árakról. Hát egyszerűen 20 ezer, 30 ezer forintból az ember már alig vásárol be. Most csak mondtam egy példát, de hát ahogyan mondtam, ezt mindenki megérzi a saját bőrén, hogy például a 70-es, 80-as évekhez képest hol vagyunk, hol tartunk. Én nekem úgymond szerencsém volt, mert még a 80-as éveket az elejétől a végig végig élhettem, és fantasztikus volt, csodálatos volt, nem volt luxus az élelmiszer, és igazából semmi. Ma meg egy olyan helyzetben vagyunk, hogy hiába van itt rengeteg diplomás szakember, hát szerintem a 80 uk már nem itt él, és nem itt dolgozik. És ugye én aztán elkezdtem online konzultációkat is tartani, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok emberrel beszélgettem, és ezt már ugye megemlítettem az egyik adásban, hogy a hozzám bejelentkezők minimum fele, vagy 40% a fele, mondhatjuk ezt akár, hogy ők külföldön dolgoznak, sokkal jobb keresetért nyilván. Tehát mondhatjuk azt igen, hogy nagyon sok embernek itt kellett hagynia a szülő hazáját azért, hogy boldogulni tudjon, és ne az legyen, hogy húsz éve csak a lakhatására és az élelmiszerre tud költeni, meg még esetleg meg tudja venni a gyógyszert maximum, és ezzel kifújt, mert nekem az a tapasztalatom, hogy akik itt maradtak és itt élnek, ők így élnek 20 éve. Húsz éve élünk úgy, hogy csak a lakhatásunkra tudunk költeni nagyjából, meg arra, hogy megvegyük az élelmiszert és az apróbb cseprőbb dolgokat, meg még esetleg néha valamire jut, de ahogy mondtam, szerintem ezt nem kell ecsetelni, és az a baj, hogy itt felnőtt komoly emberekről van szó, olyanokról, akik 40, minimum 40-50 évesek, de nyilván a 60 évesek között is nagyon sok olyan ember van. És persze az idősebb korosztályban is, akik nagyon méltatlan körülmények között élnek anyagilag, és ugyanakkor szerintem lelkileg is. Szóval szerintem itt arról is beszélni kell, hogy lelkileg mennyire megviselte, és megviseli a mai embereket az, hogy nincs megbecsülés, és azt látjuk, hogy milyen dolgok történnek, és hogy azok az emberek pedig, akik hát mondjuk úgy, hogy más eszközökhöz nyúlnak, milliárdokat, tudhatnak magukénak. Szóval szerintem ennek nem lenne szabad megtörténnie, de sajnos megtörtént ez a helyzet, itt vagyunk, ebben az országban élünk, és persze mindenkinek a saját döntése, hogy itt marad, vagy elmegy. Én olyan állásponton vagyok, hogy ha az embernek van egy jobb lehetősége, és azt érzi, hogy kiegyensúlyozottabb, hangsúlyozom, ez a legfontosabb, kiegyensúlyozottabb életet lehet élni, akkor szerintem el kell menni, tovább kell menni. Szóval azért ne legyünk már olyan hatalmas, nagy mártírok. <laughs> lehetünk mártírok, mert tudom azt, hogy a magyar, mint olyan igazából, nagyon sokszor mártír, vagy nagyon sok esetben lehetünk azok, de szerintem azért a végtelenségig, a végtelenségig ezt nem kell húzni. Ez azt jelenti, hogy én is úgy vagyok vele, igen, hogy én nem ragaszkodom ahhoz, hogy itt úgymond nyomorodjak meg hanem nyilván, hogyha van az embernek egy olyan jobb lehetősége, és ahol úgy érzi, hogy biztonságosabban tud lenni, élni, akkor szerintem természetes, hogy az ember tovább lép, de ez igaz lehet akár bármilyen kapcsolatra. Én egyébként azt szoktam mondani, de már nem ma, én ezt nagyon régóta mondogatom, lehet, hogy tíz éve, hogy ebben az országban olyan élni, mint egy rossz, egyoldalú kapcsolatban. És ez teljesen igaz. Én nem vagyok annak a híve, és soha nem is voltam, hogy egy olyan kapcsolatban éljek, ahol mindig csak én adok, 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 de nincs kölcsönösség, és ahol rosszul érzem magam, tehát én azokból a kapcsolatokból sorra kiléptem. És nem érdekelt az, hogy mi lesz holnap és holnap után, egyszerűen szerintem az embernek ezt azért kell megtennie, saját magáért kell megtennie, és azért, hogy, hogy boldogabb legyen. És itt nem mindig csak az anyagi dolgokat kell nézni, hanem az, hogy lelkileg hogyan vagyunk. Na most nagyon érdekes kérdés az, hogy mi, mint lelkek, miért pont ezt az országot választottuk. Vannak olyan feltételezések, amely szerint a leszületendő lélek dönti el azt, hogy melyik országba szülessem, milyen anyagi körülmények közé, melyik családhoz, kik legyenek a szülők, és hogy milyen sorsot, életet, feladatot teljesítsünk itt igen, én is nagyon arra hajazok, hogy ez így van, sőt, én azt gondolom, hogy a lélekfejlődés szempontjából nagyon nem mindegy, hogy hová születünk, és ha van egyfajta életfeladatunk, akkor ehhez kell választani különböző területeket, helyzeteket. Beszélhetünk erről úgy is, hogy ha mondjuk van egy színdarab, vagy egy történet, ugye, ami van egy nagyon fontos tanulsága és egy nagyon fontos végkimenetele, akkor meg kell nézni, hogy ehhez a történethez milyen helyszín illik, milyen szereplők, és az is fontos kérdés, hogy milyen korba helyezzük el ezt a darabot. Tehát valahogyan szerintem így működik a mi életünk is. Nem mindegy, hogy hol testesülünk meg mert olyan fizikális életet kell majd élni. Ahogy én mondtam, én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért pont magyarnak születtem. Több válasz is létezik erre. A saját példámból fogok kiindulni, de mindenki behelyettesítheti ezt az ő saját példájába. Tehát lehet, hogy sok mindenre választ fogok most adni. Tudjuk azt, hogy a magyarok milyen spirituális képességgel rendelkeznek. Azt mondják rólunk, hogy nagyon nagy tudásunk van, és el van rejtve bennünk szó szerint egy olyan mag, ugye hát a magyar szóban benne van az, hogy mag, ami, ami nagyon fontos. És nekünk kell majd átadnunk ezt a tudást. Sőt, én azt is tanultam, hogy lesz olyan időszak, amikor keletről, már kiveszik a spirituális tudás, és nekünk magyaroknak kell visszavinni ezt oda. De beszélhetünk az energiákról is, hogy mi olyan energiákat képviselünk, amelyek pozitívak, és szerintem nagyon Isten közeliek. És igazából mondhatjuk azt is, hogy Pió atya is hasonló dolgot fogalmazott meg, Ugye azt mondta, hogy Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer egy gyönyörű madár fog kirepülni. Hát szerintem ez a madár, ezek mi vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy a mag népére érti ezt, nem egy valakire, nem egyetlen egy madárra, hanem egy csoportra. Persze beszélhetünk a 144 ezer felkentről, Beszélhetünk azokról, akik a magnépét testesítik meg, azokról, akik nagyon erős missziót vállaltak. Tehát nem véletlen, hogy ide születtünk. Ugye azt is mondta, hogy nagyon sok szenvedés vár ránk. Hát ez igaz, igaz. Nagyon sok fizikális nehézség, de én azt gondolom, hogy ezek nagyon erősen fejlesztenek, súlyzóként szolgálnak. Tudom azt, hogyha például én Amerikába születtem most volna, mondjuk nagyon jó anyagi körülmények közé, biztos, hogy ezek az adások nem készültek volna száz százalék. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem véletlenül, hogy ide kell, kellett ugye jönnöm. Tehát előbb van meg a feladat, előbb van meg a misszió, előbb van meg úgymond a karma, a karmikus tartozás, az ígéret, és aztán Jön az, hogy oké, okay, és ehhez most melyik ország, melyik korszak, és milyen helyzetek illenek. Tudom azt, hogy ha az ember kevesebb anyagi dologgal él és foglalkozik, akkor sokkal inkább elkezdi kamatoztatni azt, ami benne van. És ez velem is így történt. Elfordultam, vagy átfordultam egy olyan irányba, ami abszolút a a szellemiségről, a szellemi berkekről szól, és én így neveltem ki vagy fel magamból a tudást. És ahogyan mondtam, ha én egy másik országba születek, például Luxemburgba, ugye, ahol fantasztikus anyagi élet van, mondjuk ezt, de lehet, hogy nem is kell most külön országokat kiemelni, tehát ha mondjuk én egy olyan helyzetbe kerülök, akkor biztos, hogy nem indulok el az úton, nem tárok fel ennyi mindent, Magyarán nem teljesítem ezt a feladatot, de ahogy mondtam, a feladat van meg előbb. És most nagyon érdekes, mert ugye eszembe jutott Szithárta, aki ugye egy nagyon csodálatos, úgymond csodálatos életet élt egy darabig, mert burokban tartották, de aztán történt valami, meglátta azt, hogy vannak elesettek, szegények, betegek, öregek, és rájött arra, hogy neki nem ott kell maradnia, nem egy burokban, és egy olyan helyen, ahol jólét van, kényelem, és mindent megkap, hanem el kell indulni az úton, ki kell üresednie, hát és tudjuk, hogy milyen utat járt be, hiszen erről is már nagyon sokat beszéltem, és számtalan alkotás foglalkozik az ő életével, hát ugye ő lett a történelmi butha, de beszéljünk arról, hogy ő miért indult el az úton, szerintem azért, amiért mi. És beszélhetünk arról, hogy mi vagyunk azok a madarak, akik kirepülnek ebből a kalitkából, mert ugye mondhatjuk azt, hogy a kalitka az tényleg egy ilyen zárt hely, és lehet, hogyha jól bánnak velünk, akkor mindig beadogatják nekünk a vizet, az ételt, minden, mindenünk megvan, és a kalitkában vagyunk, akkor ott valószínűleg nem tudnak bántani, mert egy zárt térben élünk. Ilyen zárt térben élnek sokan, de azt is tudom, hogy vannak olyanok, akik számára ez nem elég, kilépnek ezen zárt keretek közül, elindulnak az úton, hogy felfedjék az igazságot, és szerintem ez a lényeg. Szerintem a magyarok nagyon érzékenyek az igazságra. Nagyon fontos számunkra az, hogy felfedjék azt, hogy mi van a földön. Mi van ebben a világban, és ahogyan mondtam, mi nagyon komoly spirituális képességgel rendelkezünk, amit használni, kavatoztatni kell. Na most szerintem azért csóró a magyar, és ugye a csóró idézőjelben van, mert ha nem lennénk csórók anyagilag, hanem nagyon-nagyon jólétben élnénk, dőzsölnénk, akkor ezeket a képességeket nem nevelnénk ki saját magunkból. Azt is mondhatnám, hogy bíznak bennünk annyira, hogy elindulunk az úton, és ahhoz, hogy elinduljunk az úton, ki kell vonni ezeket az anyagi dolgokat, mert ezek nagyon erősen befolyásolnak, manipulálnak és eltérítenek. Tehát, itt pont fordítva kell gondolkodni szerintem, tehát egy másik oldalról kell megnézni ezt az ügyet, vagyis onnan, hogy előbb volt meg a feladat, és én azt is gondolom, hogy valamilyen szempontból mi is eldöntöttük azt, hogy igent mondtunk arra, hogy igen, ide jövünk, vállaljuk ezeket a nehezebb körülményeket, cserébe viszont kaptunk egy olyan tudást, kaptunk egy olyan szellemi bázist, ami szerintem nagyon kevés más helyen történik meg. Persze nem mondom azt, hogy nincsenek olyanok más országok, vagy más csoportok, ahol Magasabb szellemi tudás jelenik meg, de nekem az a tapasztalatom, hogy a magyarok között nagyon-nagyon sok ilyen lélek van, és az is lehet, hogy együttesen megbeszéltük már azt a testetöltésünk előtt, hogy igen, idejövünk, és szolgáljuk a rendet, és végezzük ezt a missziót, mert most hát itt kell segíteni. És mi cserébe elvállaltuk azt, hogy oké, okay, lehet, hogy nehezebben fogunk élni anyagilag, és nagyon viszontagságos körülmények között, de mégiscsak eljövünk, és megtesszük ezt a dolgot, ezt a feladatot, ezt az utat, végigvisszük, hogy hát tényleg ez a madár egyszer kirepüljön ebből a kalitkából. Úgyhogy igen, és akkor ugye Pio atya azt is megfogalmazta annó, hogy általuk, már mint a magyarok által, nagy boldogság árad majd az emberiségre. Na hát erről beszélek, igen, hogy nekünk olyan energiánk van szerintem, pontosan ezáltal, vagy ezáltal is, amire nagyon sokan várnak. Én ezt érzem, és ezekkel az energiákkal nagyon sokat tudunk segíteni. Na most... Hát igen, jó kérdés az, hogy az ember meddig marad benne ebbe a nehéz állapotban. Szerintem nem kell mindig benne maradni, csak addig, amíg ki nem hozzuk magunkból a tudást, és ahogyan mondtam, ezek az, a nehezebb anyagi helyzetek mindenképpen súlyzóként szolgálnak. Igen, igen, igen. De szerintem megvan a karma idő. Ez mindenkinél változó lehet. Hogy kinek mennyit kell fejlődnie, és kinek mennyit kell edzenie azért, hogy a szellemi tudásunkat és ezeket az információkat, ismereteket felszíre húzzuk ezen nehezebb körülmények által. Aztán pedig, amikor majd elkezdünk ténylegesen dolgozni, vagy hát ugye már el is kezdtük ezt a feladatot, akkor szerintem már nem kell annyi súlyzó. Én ezt tapasztalom, de ami kell, addig viszont ezek ott lesznek. Úgyhogy szerintem. Ilyen szempontból is vizsgálni kellene ezt az ügyet, hogy lehet, hogy anyagilag igen, sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, de van nekünk valami más, és szerintem ezzel kell foglalkozni. És én azt gondolom, hogy ez a valami más sokkal nagyobb gazdagságot ad, mint az anyagi viszonylat. Én ezt érzem. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gondolatisággal élek, és hogy ennyi előadást el tudtam készíteni, és hogy ez a munka, ez a, ez a feladat és vállalás folyamatos. És érzem azt, hogy egyre inkább ébredek, ébredünk, egyre jobban állunk ki az igazságért, önmagunkért, és azt is látom, hogy nagyon sok segítő dolgozik. Ezen a területen. Azt is tudni kell, hogy Magyarországon területileg nagyon-nagyon jó energiák vannak, tehát nem csak az emberek adhatnak ki magukból csodálatos energiákat, hanem ugye itt a Szent György vonalnak a hatása kiváló. Tudjuk azt, hogy Ezeket a helyeket szent helyeknek nevezik. Én nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, és én általában Szent György vonal menti területeken élek és dolgozok, mert ezek az energiák is nagyon kellenek ahhoz, hogy ezt az úgymond spirituális tudást az ember felszíre tudja hozni, tudja gyakorolni, kamatoztatni. Szerintem a magyarok ilyen szempontból vezető pozíciót vállaltak, nagyon sok szellemi vezető él itt, és a nők között is nagyon-nagyon sokan vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az energiákat kell főleg vizsgálni. Tehát igen, ahogyan mondtam, biztos, hogy most nagyon nagy az energetikai elszívás, de egyébként szerintem, ha nem szívnák kell ezt a nagyon sok energiát, akkor a magyarok nagyon-nagyon jó létben élhetnének bőségben. De mivel tudjuk azt, hogy milyen viszonyok vannak itt, és hogy mennyire megfosztanak bennünket sok mindentől, hát ezért nyilván anyagilag nem tudunk bőségben élni. Viszont én azt gondolom, hogy szellemiségben mindenképpen. Hát a szellemi energiákat, vagy mondjuk úgy, hogy a szellemi tudást, Ismeretet, információt nem is tudják elvenni, ugye? Mert ez az önvalónkban tárolódik, ahhoz meg nem férnek hozzá. Egyrészt, másrészt, mivel nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez nem érték, ezért nem is akarják elvenni. <laughs> hát igen, és mondhatnám azt is, hogy ezért tudok én is így dolgozni, mert lehet, hogy anyagilag sokkal lejjebb kellett adni, meg sok mindent elvettek az embertől, mert az kézzelfogható, azt nyilván el tudják venni, de ezeket a szellemi kincseket nem. Nem, nem. Sőt, én azt látom, hogy egyre több szellemi kincsel élünk, egyre jobban felvértezzük saját magunkat, és ahogyan mondtam, ezt egyelőre még a mai kor embere nem tartja értékesnek, nem gondolják azt, hogy a szellemi kincsek, értékek, vagy azok az energiák, amelyeket mozgatunk, pedig ezek az energiák is nagyon fontosak, hiszen minden ebből épül fel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyarok tényleg őriznek egy olyan magot, szó szerint, ami nagyon fontos, nagyon sok mindent tartalmaz. Van egy olyan előadásom, aminek az a címe, hogy magyar karma, vagy mag karma, kvint eszencia. És itt konkrétan arról beszélek, hogy mi, mint magyarok vagy magok, milyen eszenciát tartalmazunk, és hogy... Erre mennyire szüksége van a világnak, Ugye ahogyan ezt annak idején Pió atya is elmondta, ugye, hogy hát általuk majd egy fantasztikusan nagy boldogság árad az emberiségre. Szerintem mi magyarok nagyon kemény tartással élünk, és azt is gondolom, hogy nagyon sok becsületes ember van hazánkban, igen, én ezt látom, vannak, akik tényleg nagyon alázatosak, szerények, nagyon jó emberek. Magyarországon szerintem nagyon sok jó ember van. Lehet, hogy pontosan azért, mert mi megtanultuk azt, hogy, hogy hogyan kell alázatosabban lenni és élni. Hát mert mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy azért, mert, mert soha nem árasztottak el minket azért annyi dologgal, és valahol szerintem a magyarok mindig ilyen mostoha gyerekek voltak. Nem tudom, hogy miért érzem ezt. Nem, rosszul mondom, árvák. Én ezt érzem nagyon sokszor a magyarokról, de nem mindenkiről, csak hogyha így rágondolok erre a helyzetre, hogy, hogy olyan árvák vagyunk valamiért, de ugyanakkor érzem azt is, hogy van egy ilyen nagyon erős gondviselés, és lehet, hogy Pió atya is erre utal, hogy hogy van egy nagy hatalmú őrangyalunk, igen, ezt lehet érezni. Lehet, hogy úgymond társadalmilag, vagy az, hogy ilyen úgymond sokszor ilyen jogfosztottak vagyunk, és, és anyagilag is kifosztottak bennünket, és most nem csak a mostani helyzetről beszélek, hanem ha végignézzük a történelmi eseményeket, akkor tudjuk azt, hogy a magyarokat sajnos mindig kifosztották, leigázták, stb. 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 Tehát, hogy olyan, olyan, olyan árvák vagyunk, olyan. Azt nem mondom, hogy szerencsétlenek, de hogy minket mindig bántottak valamiért, ugye? De ugyanakkor érzem azt is, hogy van valami nagyon erős gondviselés, valami olyan energia, amit lehet, hogy tényleg nem mindenki kap meg, és igen, lehet ez a, az úgynevezett nagyhatalmú őrangyal, és igen, lehet, hogy tényleg jobban kellene kérnünk az oltalmat erre az országra, vagy azokra, akik, akik a magnépében benne élnek. De én azt gondolom, igen, hogy ők mindenképpen spirituális vezetők, és nem csak egy bizonyos területnek a spirituális vezetői, hanem én azt gondolom, hogy a magyarok a világvezetői valamilyen szempontból. Igen, igen. Nagyon-nagyon sokszor foglalkoztunk azzal a témával, hogy Magyarországon miért van az, hogy ennyi zseni, talentum, géniusz él és születik, én annak idején forgattam, interjúztam dr. Ceyzel Endrével is, tehát én személyesen is találkoztam vele, és készíthettem vele egy rövidebb interjút. Fú, fantasztikus élmény volt, komolyan mondom. Olyan kisugárzása volt, ami nagyon-nagyon kevés ember életében nyilvánul ez meg, és vele is erről beszélgettünk, hogy vajon miért lehet az, hogy ennyi géniusz él Magyarországon, de ahogyan mondtam, szerintem ez nagyon szorosan összefügg azzal, hogy itt egyrészt olyan terhek vannak, amelyek alatt tényleg szó szerint nő a pálma. Tehát itt vannak olyan súlyzók, amelyeket ha az ember kamatoztat és nem összerodjik alatta, akkor nagyokká nőhetünk. Ezt én is érzem a saját bőrömön. Tehát, ahogyan mondtam, nem véletlen az, hogy ide születtünk, és az sem véletlen, hogy én most Magyarországon élek. Nem mellesleg, szerintem a magyar nyelv gyönyörű. Én nem találtam egyetlen egy olyan idegen nyelvet sem, amivel én annyira azonosnak érezném magam, mint a magyar nyelvvel. Még a szanszkrit az, ami nekem nagyon tetszik, és a latin. De a magyar fantasztikus, én imádok magyarul beszélni, hát ugye ez látszik is, hiszen elég régóta beszélek, és ezt érzem teljesen a sajátoménak. Ugyanakkor olyan energiákat lehet megmozgatni ezen szavak, gondolatiságok által, ami szerintem nagyon egyedülálló, nagyon páratlan, és ahogyan mondtam, azt is nézni kell, hogy milyen energetikai sávok, hálók léteznek országunkban. Nagyon tiszta energiák vannak itt, és ahogy mondtam, főleg a Szent György vonalakat kell vizsgálni, és azt, hogy milyen területek húzódnak Magyarországon. Nagyon erős spirituális képességgel rendelkezünk, nagyon magas szintről hozzuk hozzák sokan a tudásukat. Nem véletlenül, hogy ide csoportosultunk, valószínű, hogy ez azért van, mert itt vannak analóg energiák. Tehát ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen szellemi felkészültsége és gondolatisággal szerintem lehet, hogy máshol nem tudtunk volna olyan jól meg lenni, vagy dolgozni, vagy, vagy nem jött volna ki belőlünk ez a rengeteg információ. Tehát itt, ahogyan mondtam, az energiákat kell vizsgálni, és hogy ezek az energiák hogyan dolgoznak, és hogy, hogy, hogy hogyan lehet őket katalizátorként használni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig előbb van meg a vállalás, és utána ehhez a vállaláshoz választunk ki egy megfelelő területet, korszakot, országot, szülőket, helyzeteket, helyeket, mindent. Tehát itt szó szerint mindent. Tehát ezt így kell érteni, hogy minden mindennel összefügg, és szerintem minden azt a célt szolgálja, hogy ezt a missziót teljesítsük. És mivel. Ezeket az információkat úgy lehet kihúzni, és úgy lehet felnevelni saját magunkból, vagy magunkban egy ilyen ént, hogy nehezebb helyzetek kellenek, és akár mondhatjuk azt, hogy nehezebb anyagi körülmények, hát ezért jelentünk meg most itt. Tehát nekem az a tanácsom, hogy ne kudarcként éljük meg ezt az egészet, hanem legyünk saját magunkra büszkék, és mondjuk azt, hogy ezeket a helyzeteket is kamatoztatni tudjuk. Arra, hogy kineveljük magunkból azt az ént, azt az önvalót, ami maradandó, ami örök, és amire szüksége van a világnak. Mert egy ilyen önvalóval működni, egy ilyen tudással, tárházzal, és ezekkel a szellemi kincsekkel szerintem boldogság, és lehet, hogy sokkal jobb így élni mintha úgy élnénk, vagy úgy éltünk volna, hogy anyagilag mindenünk megvan. Persze most lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez egy ilyen kitaláció, vagy egy ilyen megmagyarázás azért, hogy jobban el lehessen viselni az itteni körülményeket. Én ugye nagyon régóta vizsgálom ezeket az összefüggéseket, tehát én nem most először beszélek erről, és több oldalról is megközelítettem már ezt a témát, nagyon sok területet megvizsgáltam, renge, több száz elemzést végeztem, és mindig ugyanaz jön ki. Tehát én ezt azért mondom el, mert ez nem egy ilyen úgymond kitaláció, és nem meg akarom magyarázni ezeket a helyzeteket, hanem a tapasztalataim, a vizsgálataim ezt mutatják. Magyarán azok az elemzések, amelyeket eddig végeztem, és hát én húsz éve kutatók, és mindig ugyanaz jön ki, hogy igen, a nehezebb anyagi körülmények igazából tényleg mozgósítják a bennünk lévő tartalékot, nagyon sok mindent tudunk aktiválni, és így érhetjük el a személyes önvalónkat, amelyben rengeteg szellemi kincs van, és a mi személyes gazdagságunk ez. Én nem mondom azt, hogy ez kizárja azt, hogy ne élhetnénk majd jobb anyagi körülmények között, de de szerintem addig, amíg nem neveljük ki magunkból a tudást és nagyon sok mindent, és nem érjük el rezgés szintben, ez nagyon fontos, azt az állapotot, amikor már ténylegesen tudjuk ezeket az energiákat működtetni, szerintem addig, ezek a helyzetek szükségesek. Igen, ezeket a nehezebb helyzeteket mindenképpen kamatoztatni kell. Tehát nekünk itt rezgés szintben energetikailag és tudatilag kellett elérnünk egy magasabb állapotot, de ehhez ezek a helyzetek kellettek. Tehát, hogy miért csóró úgy mond a magyar, én azt mondom, hogy lehet, hogy anyagilag sokkal rosszabb helyen állunk, mint szinte ugye bármelyik ország, hát látjuk, de energetikailag, tudatilag, rezgés szintben nem. Tehát mondjuk azt, hogy úgy viszont nagyon gazdag emberek vagyunk, nagyon sok szellemi vezető van, és akár az jelentheti azt is, hogy lehet, hogy lesz olyan időszak, például az aranykorban, amikor a magyarok lesznek a világ vezetői. De erre fel kell készülni. És nagyon-nagyon sok mindent kell kihúzni saját magunkból, és a rezgés szintben is el kell érni ezt a pozíciót, és a tudatállapotban is. Tehát ugye az a dolgunk, hogy a fizikális körülmények között folyamatosan nyissunk a tudatiságunkon, emeljük a rezgés szintet, hogy energetikailag készüljünk fel erre az egészre, és olyan dolgokat mozgósítsunk, amelyeket szerintem nem tettünk volna meg, és nem is jutottunk volna el idáig, hogyha nem ide születünk. Szóval igazából szerintem erről az oldalról is meg lehetne közelíteni ezt a témát, de szerintem én nagyon sokat beszéltem már erről, és a korábbi adásokban, főleg a rajzos adásokban is már valamilyen szempontból feltártam ezt az ügyet, Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent már megbeszéltünk előre. Tudatosan választottuk ezt a helyet, mert tudtuk azt, hogy itt vannak olyan súlyzók, amelyekre nekünk szükségünk van azért, hogy elérjük azt az állapotot, amire szüksége van a világnak. És mivel mi vállaltuk ezt a missziót, és azt mondtuk, hogy oké, okay, rendben, idejövünk, segítünk, ezért végig kellett menni ezen az úton. De ehhez kellettek ezek a súlyzók. És hát jó kérdés, hogy az aranykorban mindez hogy fog megváltozni. Szerintem az a dolgunk, hogy elvezessük ezt, a, ezt az itteni élőhelyet az aranykorba, és az aranykorban persze már meg fognak változni ezek a viszonyok, és szerintem ott azok lesznek a vezetők, akik rezgés szintben már nagyon tiszta energiákat működtetnek, és eljutottak egy olyan állapotba, egy olyan szintre, hogy humánus vezető, vezetést tudnak képviselni, és energetikailag is elbírják ezt a, ezt a vállalást, mondjuk így. Tehát lehet, hogy nem szabad csüggedni, hanem az a fontos, hogy az ember mindig vizsgálja meg ezeket a körülményeket, és hogy tudjuk azt, hogy mi valamit valamiért vállaltunk, ugye? Hát ezért vállaltuk, mert mi vagyunk úgymond a magok, akik segíthetik az itteni átállást, de ehhez el kellett jutni energetikailag valahova, egy olyan helyre, ami szerintem egy nagyon egyedi hely és állapot, és szerintem amiről Pió atya is beszélt annak idején. És persze nagyon sokan mások is, akár beszélhetünk itt különféle vallási vezetőkről, vagy olyan emberekről, akik Magasabb szinten vannak, és pontosan tudják azt, hogy a magyarok milyen energetikával működnek, milyen spirituális tudást hordozunk saját magunkban, és hogy mi milyen sokat tudunk tenni azért, hogy energetikailag is felemeljük ezt a helyet, és szerintem, ha felemeljük, akkor fizikálisan is könnyedebb életet tudunk majd élni, és akkor már talán nem lesz kizsákmányolás. Talán egyenlőséget tudunk kialakítani. Ez egy nagyon szép és nemes feladat. Úgyhogy mindenképpen, hát valamilyen szempontból igen, örülni kell annak, hogy, hogy mi ilyen feladatokkal vagyunk megbízva, amelyekre persze igent mondtunk. Nem véletlenül át akartuk élni ezeket a helyzeteket, kellettek ezek a tapasztalatok, hogy végül, Eljussunk egy sokkal szentebb állapotba. Mert szerintem ez a cél, egy szent állapot és energia kialakítása mindenhol, hogy ne csak egy-egy területen működjenek ezek az erők, ezek a magas rezgés szintek és tiszta minőségek, hanem mindenhol. És akkor lehet, hogy majd más területeken is el lehet ezt ültetni. Úgyhogy ö... egyébként szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezek az emberek, ezek a rokonlelkek felismerjék egymást, mert én azt látom, hogy nagyon sok hasonló misszióval élő ember van jelen, főleg a magyarok között. Hát igen, együttesen vállaltuk ezt az utat, hogy segítjük az itteni létezést, és hogy energetikailag ö, hát sokkal fejebb, fentibb szintekre emeljük az itteni ügyeket. Ugye azt is tudjuk, hogy 1980 óta emelkedik a bolygórezgés szintje, szerintem ez is nagyon szorosan összefügg azzal, amit mondok, és azt is tudom, hogy a magyarok milyen komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a szint emelkedjen. A magyarok nagyon tudatosak, nagyon bölcsek, és szerintem nagyon sokan pontosan tudják azt, hogy miért ide születtek, hát tudatában vagyunk. Ennek a dolognak, és tudatosan is viszik ezt a missziót. Tehát nagyon sok felébredt ember van, szerencsére, érdemes rájuk hallgatni, érdemes azokra a vezetőkre hallgatni, szellemi vezetőkre, akik a humánumot gyakorolják, akik a humánumot szolgálják, és akiknek a többi ember is fontos. Őket szerintem fel lehet ismerni, én is látom, hogy kik azok, akik nem különféle érdekkel működnek, hanem azért, hogy kivezessék az embereket egy ilyen nagyon nehéz állapotból, a mély szomorúságból, és eljuttassák az öröm országába őket. Ó, milyen szépen fogalmazok! Hát lehet, hogy Pio Atya is valami ilyesmit mondott, hogy igen, hogy valami nagy öröm, boldogság vár a többi emberre, mert a magyarok igenis végigviszik ezt a vállalást. Igen, én is azt gondolom, hogy képesek vagyunk rá, mert, ahogy én mondtam, olyan energiákkal élünk és működünk, és olyan szellemi kincseket kaptunk, hát nem véletlenül, amelyekkel ezt meg tudjuk tenni, és igen, én is érzem ezt a gondviselőt, ami nagyon erősen támogat bennünket. Szerintem ebbe kell kapaszkodni, még inkább a hitünkbe, hogy több önbizalmunk legyen, hogy nagyobb hittel éljünk, a hitünket kell megerősíteni, ami nagyon erősen formál, nagyon sok erőt tud adni. Hát lehet, hogy én is ezért jöttem ide, hogy visszaadjam az embereknek az önmagukba vetett hitét. Ezért hoztam létre a magazinomat 12 évvel ezelőtt, ezért nem dolgozom másoknak, mert én így tudom szolgálni ezt a feladatot, ezt a munkát. Tudom, hogy én is ezért jöttem, és én igazából gyerekkorom óta, viszem ezt a vállalást tudatosan, és mindig tudtam azt, hogy hova kell mennem, mit kell csinálnom, azért, hogy eljussunk idáig, és hogy például ez a több mint 600 előadás megszülessen, mert szerintem nagyon sok plusz energiát lehetett átadni ezen adások által. Hát az én misszióm ilyen, és persze nagyon sok minden más is van még, tervben, és tudom azt, hogy nagyon sokan jöttünk ugyanabból a vállalásból, szinte ugyanazokat a mondatokat fogalmazzuk meg, tehát ezért mondtam azt, hogy rokonlelkek vagyunk, mert mindannyiunkban ugyanaz a mag van el elültetve. És ez a mag szerintem a legfontosabb kincsünk, amire vigyázni kell, ápolni kell, és át kell adni belőle mindazt, ami fontos, ami jó, ami hasznos, ami humánus. És hát azt is mondhatnám, hogy szét kell szórni ezt a magot, hogy másoknak is jó legyen, hogy ezt a missziót teljesítsük, és hogy valóban létrejöjjön az az öröm és boldogság, amiről ugye Szent Pio atya is beszélt és amiről ma is nagyon sokan beszélnek, és nagyon sokan segítik a többieket, én ezt látom. Tehát igen, ahogy mondtam, át kellett élnünk ezeket a nehezebb helyzeteket. Hát és jó kérdés, hogy még meddig leszünk benne. Szerintem addig, amíg, amíg azt nem mondjuk, hogy, hogy, hogy elég volt. Tehát, hogy, hogy eljutottunk egy olyan állapotba, egy olyan szintre, amikor már nem kell ennyi súlyzó, mert már mondjuk önállóan is tudjuk végezni a dolgunkat, tehát amikor már nem kell ennyi nehezék, és akkor szerintem ebből kilépünk, és sokkal szabadabban, boldogabban fogunk repülni, szárnyalni, úgy, ahogyan az a madár, aki kirepül a kalitkából, amiről, vagy akiről ugye Pio atya is beszélt. Igen, szerintem nagyon fontos elérni a szabadságunkat, mert ha elérjük, Sokkal több pozitív energiát tudunk átadni a világ számára, én ezt érzem. Ezért kellett itt maradnom, <laughs> hogy végigmenjek ezen az úton, ami nem volt könnyű, de ettől váltam ilyenné, és én szabad ember vagyok, szabadon alkotok, és amióta így vagyok, még több energiát tudok átadni az előadásaimmal a cikkekkel, az interjúkkal, az elemzésekkel, és mindennel, egyáltalán a lényegiségünkkel, és ha nagyon sok ilyen ember van, akkor valóban fel tudunk szabadulni, érzelmileg is, energetikailag is, és azt gondolom, hogy ezek az energiák nagyon fognak hatni, és akár az egész nevű bolygót is átölelik, és ez milyen fantasztikus, nem? Így varázsolhatunk szerintem együttesen aranykort. Nekem ez a gondolatiságom, igen. Az együttes összeadott pozitív erőnkkel, és így tudunk egy sokkal csodálatosabb milliót teremteni, és így válhat a Föld édenné, és így kerülhetünk vissza méltó helyünkre, ahol már igazából szerintem senki nem lesz szomorú, sem árva, hanem büszke, önazonos, és nagyon hittel rendelkező mag.